hallottatok a boszorkányról? December 13-án lesz a napja. De ez nem csak a boszorkányok napja, hanem a lucázó jókívánságolók napja, akik járták ezen a napon a falvakat, bekopogtattok a házakhoz, és ahol beengedték őket ott jókívánságokkal, halmozták el a háziakat, ahol pedig nem engedték be őket, ott bizony rossz kívánságokat kiabáltak be a kapun keresztül. Itt már beengedtük őket a színpadra. Szeretnétek, hogy lucázzanak? Jó, akkor elmondom, hogy Kőlő Attila kollégámnak a tanítványai következnek, a Pásztí Miklós Művészeti Iskolának a citerás növendékei, akik citeráznak: Meringer Dóra, Varga Lelkes Flóra, Horváth Dömöcsök Anna, Frank Bálint, Nád Udvari Boglárka, Katona Lujza és Vesztróci Gergely, a házi asszony Szabó Zsófia, aki már várja a lucázókat, és a lucázó legények pedig Lukács Ádám, Palotai Márton, Palotai Mátyás, Tollas Barnabás, Tokai Csaba és Szabó Zsombor. Fogadjátok őket nagy szeretettel!
már tőlemet mondok. Angyaltól hallottam, talán nem hazudok. Elmondom, mi hír van Dávid városában. Messiás születik bűnünk váltságára. De ne gondold, hogy tán magas palotába, rongyos istálóban, egy rongyos jászolban, amelyben születék Jézus Isten fia. Én is benéztem az ajtó nyílásán, ott láttam a Jézust édesanyja karján. Napkeleti bölcsek elébe borultak, néziki sok aranyat, ajándékot adtak. A szegény pásztorok mind térdre borultak, a kicsi Jézusnak énekeket mondtak. Thank you.
látja az óra, vigyázz el a szóra, angyalének hallatszik, kis Jézuska születik, örvendezzünk! Never.
ünnepeket kívánok a Viatorvágyi Népdalfőr nevében. Isten áljon benneteket!